Hello mindenkit, viccelek és az UVF, azaz narkoztam, videóztam, feltettem. Ez pedig itt tekit bemutató sorozatomnak 36. része lesz, hogy minden igaz, amelyben ugyebár a tegnap említett geothermal generator-t szeretném majd elkészíteni, és most jöttem rá valamire. Hogy? Lol. Kétszeres padló van rajta. De rossz. Az tiszta kemény. És tényleg most jöttem rá erre. De ezt feltöltöm, akkor vajon gyorsabb? Igen, gyorsabb. Akkor érdemes feltölteni. Elnézést, akkor ezt itt még gyorsan lebontom, hogyha nem nagy probléma. Az tök jó lesz, egy el magasabb plafon, mondhatni. És tényleg most jöttem csak rá, hogy feljöttem itt a lépcsőn. Mennyire nagy hülye vagyok már mi? Jaj, ezt nem kellett volna. Mármint kiütni azt az aranyat, de szerintem nem nagy probléma. A lépcsőt se, az viszont a nagyobb probléma. Szóval az arany az hol is van, hol is van? Itt van, vissza is tesszük gyorsan. Jó. Lépcsőt előkeressük, az se egyébként. Tehát az se probléma egyébként, tehát nem kell ijedezni. De mindegy. És tényleg így vettem észre véletlenszerűen. Lol. Még jó, hogy itt így képbe vagyok a dolgokkal, mi? Egyébként igen, érdekes, de a repülés közben lassabban jut. Gondolom direkt van. Bár nem tudom pontosan miért, de így akarták. Egyébként pont a múltkor gondolkoztam azon, hogy szegény tojás itt ugyebár alig fér el, és így mennyire rossz már, hogy ennyire alacsony itt minden, aztán így kiderül, hogy mégiscsak jó lesz ez így. Egyébként igen, még azóta sincsen neve, lehet nem is lesz nagyon. Mert bármi nevet adok, biztosan találtok valami akármilyen videóst, akinek már volt ilyen neve, akármilyenek, úgyhogy koppintás lenne. Bár nálam még nem nagyon volt ilyen gyanúsítás, hogy akárkit koppintgatok, szóval ez nem probléma, de sok ilyen videósnál már hallottam ezt így, hát ilyen nagyobbak közül egyébként nem nagyon nézek én sem másokat, csak volt már belinkeltek ilyeneket, ilyen koppintásról, stb. És hát igen, ők is direkt mondták is, hogy azért nem nagyon néznek másokat, mert hogy akkor bármi, amit esetleg úgymond rájuk ragad abból, hogy őt nézik, akkor az úgy koppintásnak számít. Mondjuk sokszor használ egy szót, mondjuk akármilyen szó, én ugye sokszor mondom véletlenszerűen azt, hogy szóval. Hát igen, mert mindig így magyaráznék, aztán bárkire ráragad, azt már az is szinte koppintást jelent. Mert tehát mindig ezen van egyébként a felhajtás, hogy most te koppintod azt, meg azt. De mindig ezt most egyébként nem tudom miért mondtam el, de ettől függetlenül legalább egyen magasabb lett így a lég, vagy a belterünk. Jó. Igen, egyébként most nem tudom ennek minek tértem ki. És akkor ami még fontos, hogy videón kívül lekraftoltam egy pumpát. Ez fontos, meg még pár generátort, mert hogy ez arra jöttem, hogy kevés lesz, hogyha egy idő után majd bemelegednek a motorok, amelyekből azt hiszem még csináltam párat pluszba. Már nem tudom, mi volt az előző résznek a vége, mi az, amit most csináltam, mi az, amit még régebben, de mindegy. És akkor a fontosabb pedig az lenne még, hogy hogyan is legyen összer inkább szívem ki abból a vulkánból a lávát, az az egyszerűbbik módszer. Viszont akkor waterproof teleport pipe kell nekünk még. Szóval alapból egy sima teleport pipe-ot kell továbbfejleszteni, ugye? Ezt pedig az item teleportból kell. De nem, item teleportot hogyan kell craftolni? Ez itt a kérdés. Ja jó, oké. Tökéletes. Szóval akkor az most úgy fog kinézni, hogy kell nekünk waterproof teleport pipe, két darab. Hát még van két darab teleport pipe-unk, de hát mindegy, ebből csak sima item teleportot. Innen szedünk ki ilyen, hát mi ez, hát vízvédetté tevő dolgot, ez jó hülye hangzik, tehát ilyen vízállóságos dolgot. Ez lesz akkor, ami nekünk ide teleportálja majd a lávát. És akkor hol legyenek a generátorok, fent a háztetőn? Lehet itt lesznek szépen is sorba. 1, 2, 3, 4, 5, pont ki is jönne, szóra vezetném is fel bele. Ez lesz srácok, ez lesz tényleg. Jó, akkor szerintem azt javaslom, vigyünk egy kis építőblokkot, mondjuk kő jöhet, és talán helyezzük is el ott szépen a pumpát, meg így mindenféle megoldást. Hát igen, szerintem ez így talán működőképes is lehetne, bár pont hülyén csinálom, hogy inkább a házamnál iktassuk be a dolgokat, hogy működjön majd rögtön. Tehát akkor kell nekünk még mindenek előtt, ugyebár valamilyen waterproof, azaz vízálló pipe, lehet bármi, amiből csak sok van. Hát akkor most maradjunk a cobblestone-nal. Jó, mert abból már van elkezdve. Szóval akkor innen még kérek üveget. És hát nem tudom, egyelőre egy ennyi szerintem, hogy elég lesz majd. 11 darab ugyebár, hogyha... Aj, és pont meg tudtam felezni. Tehát 11 darab lesz majd
azokkal együtt. Ó, még ez sem mindegy, hogy hogyan teszem, de ez már csak mellékes. Szóval akkor szépen ide leteszünk generátorokat. Mondjuk, hogyha tetejüknél lesz összekötve, bár nem biztos, hogy ott össze tudom kötni, szóval vegyük úgy, hogy akkor... Hát jó, mindig ide leteszünk őket, így az öt darabot, de gondolom bárhol ki lehet belőle szedni az energiát. Ja, de várjatok! Ez pont nem így kellett volna. Mert innen már energia fog távozni, ide már a... ilyen kell, mi ez? Glass fabric-ből, vagy valami ilyesmi. Tehát ez az üveges kábel. Ez. És ezt hogyan is kell craftolni? Így, jó. Tehát akkor ezt kell nekünk elkészíteni, most jöttem csak rá, tényleg. Na jó, mindegy, ti aztán biztosan tudtátok, hogy ezt el fogom cseszni, de ez mindegy. És akkor még üveget kell köré szerezni, de szerintem pont kevés lesz, úgyhogy még transmutálunk, mert rohadtul olcsó úgyis. Így tökéletes. Hogy is kellett volna? Így, ugye? Ja, igen, már megvan. Jó, és akkor ezt kell két oldalra, gyémántot középre. Ez lenne akkor 8 darab. De csináljunk még egyet, nem? Tök mindegy, úgyis direkt úgy készültem, hogy megcsinálom az összeset, de 12 darab szinte már csak elég, vagy 14 darab elnézést, mert az ilyen sokat ad. Szóval igen, így szerintem már elég is lesz talán. Ezeket is szépen visszatesszük, alszunk erre egyet, és beiktatjuk így a dolgokat. Viszont akkor mégiscsak kell nekünk a vízálló, mert akkor itt lesz a teleportos dolog, és ezt úgy kell, hogy melyik slotba kell belejuttatni a lávát, alsó vagy felső. Basszus, ezt nem tudom. Akkor ez most úgy fog történni, hogy veszünk szépen egy vödör lávát, és beletesszük valamelyik slotba, és amelyiknél fel tudja használni, vegyük úgy, hogy igen, fel tudja használni, az lesz az a slot, amelyik nekünk kellene, ugyebár egyértelmű. Viszont nincsen se vödör, se semmi, ami csak kellene. Elvileg lehet tímből is vödröt csinálni, nem? Ugyanannyi az EMC, igen, jó. És akkor ez úgy fog kinézni, hogy körülbelül ennyi EMC térőt szeretnék. Hol a Clan Star? Elbújt, itt van. Ez nem az. Hoppá. Várjunk? Mi lenne akkor, hogyha... Ugye vagyok, mert ezt így kell tenni. Meg is van, jó, oké, rendben, ez tökéletes. Akkor nézzük, melyik slotba kell vajon tenni, ahhoz, hogy működjön, de előtte még összekötjük itt a hátuljánál szerintem, az lesz a megoldás. Így, nagyon-nagyon jó, és ebbe kellene belevezetni, méghozzá így. Úgyhogy azért ezt nagyon befolyásolja, már pedig pont befolyásolja eléggé nagy mértékben. Így lesz akkor, hogy szépen körbehozzuk ezt az egészet. Hát jó, hülyén fog kinézni, de nem baj, legalább nem lesz semmi probléma. Hopp, ezt nem akartam, ezt nem akartam. De nem baj, mert itt van nekünk. Ez, ami megment minket. Na jó, akkor ezt úgy kell összekötni, hogy... Hát legyen az, hogy mondjuk így. Hát igen, eléggé hülyén néz ki, de... Jó lesz szerintem. Hopp, ezt nem. Na, így. Rendben, akkor ez már meg is van. És most van az a rész, hogy beletesszük mondjuk ebbe. A vödör lávát alulra. Hát alul elfogadta, lehet, hogy felül is elfogadja. Most jön az a kérdés, hogy felül is jó-e, vagy sem, mert akkor egyet fel kell emelni. Úgyhogy vissza a főhadiszállásra. Pont még van is benne annyi EMC, úgyhogy ezt akkor ki is vesszük. Nagyon-nagyon jó. És akkor megnézzük, hogy mi lesz úgy a vége, hogyha esetleg felülre is teszünk. De remélem elfogadja fentről, mert most nem akarom felemelni az egészet. Nem, ott nem jó, alulra kell. Fenébe. Elnézést, itt egy vágást kell közbeiktatni, mert hirtelen azt hittem, hogy bebugolt a felvétel. De szerencsére ez nem történt meg. Várjunk. Szóval szerencsére mondjuk nem történt meg, de azért meg kellett néznem, hogy biztosra menjek. Viszont most eltűnt a mi ranchünk. Mármint a Copper Ranch, nem pedig ez. A fenébe, az biztosan nem használtam el, az lehetetlen. Valóban biztosan beszóródott, vagy nem tudom. Hát igen. Igen, itt nincsen. Hát remélem azért még megtalálom, mert az nem lenne annyira rossz ötlet. Itt sincs. Itt sincsen szerintem, vagy legalábbis nem láttam. Viszont innen kell nekünk ehhez, amit át kell tenni, ugyebár... Tehát itt biztosan nincsen, azt tuti. Ide betesszük, itt ugyebár eléggé sok minden van. Ja, el se fér. Itt ugyebár eléggé sok minden van, itt meg lehet, hogy esetleg elbújt valahol, de én nem látom. Mindegy, craftoljunk még egyet, nem? Tök mindegy. Ez bronzból kell amúgy?
Igen, ez bronzból kell tényleg. Akkor azt kell szerezni. Ezt nem hiszem, hogy tényleg elhasználódott volna. Na mindegy. Akkor az lesz, hogy még készítünk pár bronzt. Vagy bronz... Hát bronzt, ja. Mondjuk így. Bronzot. Dehogy is bronzt. Mindegy, ez is tök mindegy. Szóval készítettünk egy vrencset is szépen. Ez mehet is vissza. Esetleg megnézzük, hogy hát mégiscsak itt volt valahol, csak direkt nem vettem észre, de nem. És akkor már csak reménykedni kell abba, hogy visszakapjuk a... ezeket. Esetleg lehetne elektrik vrencset is. Mert az biztosan visszaadja. Inkább akkor csináljuk meg azt. Mert az tényleg biztos, hogy visszaadja. Elemet tudok csinálni, áramkörünk már van. Akkor ez lesz a megoldás. Na, akkor gyorsan még kapjunk elő kábel, tin és redstone. Ugye ezt kell gondolom, mert ez ilyen áramos kapcsolatos dolog. Jó, ez megvan. Akkor ezeket vissza, redstone, tin. Mi mit vettem ki? Az is mehet be, minden mehet vissza. Innen pedig egy darab, ilyet. Jó. Akkor ezt ugye úgy nézett ki valahogyan, hogy így. Igen, és akkor ez egy electric wrench. Hogy már csak fel kell charge-olni. Gondolom ezt megtehetjük akár egy ilyen sima ilyenbe is. Mindjárt kiderül, hogyha robban minden, akkor az azt jelenti, hogy nem. És ez az, nem robbant fel minden. Akkor itt is fel lehet tölteni, úgy tűnik. És akkor, hogyha minden igaz, ez már visszafogyadja a 100%-os eséllyel. Hát remélem azt adja vissza, és nem csak sima generátort. De miért? 3 darab generátor, 2 darab geotermikus, de ez pedig elektrik. Vagy lehet ezt Google-val kell csinálni, vagy nem tudom. Lehet, hogy Google-val 100% esélye adja vissza, mert valami ilyesmit olvastam már. Hát eddig 100%, vagy eddig mindet visszaadta. Kísérletezzünk. Szóval, hol az én vrencsem itt van? Igen, hát lehet ezt így kellett volna. Na mindegy, mi is kell pontosan a geotermikushoz? Fenébe. Ja igen, az empty cell, meg az üveg, meg a refine iron. Rendben, akkor lesz ezek szerint még egyszer lekodjátsuk sajnos. Elnézést erre, most én nem figyeltem. Szóval akkor kell nekünk ilyen üveg, meg még mi? Ja, hát meg még az empty cell-ek. Jó, akkor ez úgy néz ki, hogy 3 darabot kell átalakítani. Tehát kell nekünk 3, és akkor még ez az üveg. Így. Jó, hát akkor már ezt is tudjuk. Pedig azt hittem, hogy tényleg 100%-os ez ugye az esélye, mert valami ilyesmit már olvastam valahol. Ezt nem ide, ez sem, hanem ezt. Ezt kell ide betenni. És akkor jó is lesz. Rendben, akkor megyünk vissza. És azt hiszem, úgy kellene megoldani, hogy a vízálló pipe-okat, na, mármint, hogy erre fogjuk majd rátenni szépen a generátorokat. Így. Oké, és akkor ide még majd szépen a vízálló pipe-okat végig betesszük sorba. Ezek így csatlakoznak, ja, akkor jó. Rendben, és akkor már csak ezeket kell majd még feljebb emelni, mert hogy úgy lesz a jó. Szóval, így végig, rendben. Ide majd akkor a teleport pipe-ot, már jó is lesz, azt hiszem. Hopp, ezt azért nem. Szóval, hogy ezt tud fogadni, de gyorsan feltesszük inkább a frekvenciát. Legyen mondjuk 4-esre, mert ugyebár a 3-oson van a másik. Mi is van a 3-oson? A benzin, ugye? Igen. És akkor tud fogadni? Igen. Én vagyok az owner, tulajdonos, és ez a 4-es frekvencia. És így már működni is fog minden bizonnyal. Bár lehet ennek mindegy, hogy hova tesszük ezt a dolgot. Na mindegy, szerintem ez így lesz majd jó. Úgyhogy most ellátogatunk a vulkánhoz, felállítjuk a pumpát. És ez szerintem már üzemelni is fog rögtön, talán. Nem biztos. Minden esetre egy picit talán bénázgatva ugyan, de szerintem sikerült végül is letenni azt, ami nekünk kellett. És hát akkor kezdjünk is bele egy a lényegesebb részekbe. Szóval, ebbe hát gondolom, hogy sok láva lesz, és nem lesz ezzel semmiféle probléma, hogy hamar el fog fogyni, de ha más nem, akkor meg ott van, mondom, az az amulett, ami még tökéletes. Ezt most akkor hogyan csináljuk? Így fogjuk szerintem. Itt lesznek ugyebár a motorok, és itt pedig maga a pumpa. Így. Ide tesszük. Jó, nagyon jó.
Ide akkor a motorokat letesszük szépen. Hát igen, reston továbbra is, de ez már megszokott, úgy látszik, ez így is marad. Hát igen, ezekhez nem kell nagyon nagy motor, meg túlságosan nagy erőfeszítés, vagy ilyesmi. És akkor ez most úgy fog kinézni, hogy ezt is simán rá lehet csatlakoztatni, nem? 4-es frekvenc... Jé, ez mi? Mi volt az előbb? 3-os... 20 darab pipe? 23? Mi a fene? Na mindegy, biztos, ahogy érzed, de nekem ezt kell. Akkor a 4-es frekvencia, és ez majd adja ki magából a dolgokat. Hát akkor nézzük, tényleg működik-e vajon az én elképzelésem, mert most ez a teleportlásos dologgal nem vagyok teljesen tisztában, hogy most ide is kell az a Wooden konduktív. Nem, az csak a áramteleportálásnak, ugye? 4-es frekvencia, jó. Hát akkor ez majd szépen elkezdő, azt hiszem, kiszívni. Azért én maradok, na, hogy valami baj történjen. Azt itt mindenre ráfoljon, vagy bármi baj legyen tényleg. Aztán majd haza is elnézek, és kiderül majd, hogy mi újság van itt a dolgokkal. Na, mindjárt szinte elkezdni majd kiszívni belőle, így van. És hát ugyan elnézem, teleportálja is. Ilyen hangokat is hallok mondjuk, ez nem tudom mire utalhat. Na, oké, akkor térjünk is haza, nézzük meg ott mi van. Az kiderül, hogy mellé folyik és leégne az egész háza, mert fából van ugyebár. Csak gondoljatok bele, az rohadt kemény lenne. Lol. Lángol az egész ház. Azért ilyen látványt nem szeretnék látni. Ilyen látványt nem szeretnék látni, ezt jól megmondtam. Oké, hát ez így működik ezek szerint. Ugyebár még nagyon-nagyon lassú, egyelőre még nem is lenne annyira szükséges az a sok generátor, de egyelőre ez is jó. Jó, hát akkor ezek is szépen majd működnek, és állítják elő majd az áramot, az értékes áramot. Jó, hát akkor az most úgy néz ki, hogy alszunk egyet. Esetleg meg kipróbálom, mi van akkor, hogyha csak is egy generátorba hajtjuk bele úgymond a lávát, és nem engedjük tovább. És hát ez már csak ilyen kísérletezgetés, aminek semmi értelme nincsen, de azért kíváncsi vagyok. Tehát, hogy amint ez itt majd elfolyik, ezt innen levágjuk, így leszedjük, és akkor már csak is ebbe fog majd belemenni a láva, és kíváncsi vagyok, hogy mit bír így majd, hát ha így jobban termel egyelőre. Nos, elvileg ez fog majd telni, hogyha sok lávánk lesz, de kevés van még nagyon. Érdekes, érdekes, ennyire lassú még. Na mindegy, úgyis majd be fog majd melegedni egy idő múlva, de legalább most már ez is megvan, és majd minél gyorsabban fog termelni. Hát igen, azért ez már eléggé gyors, bár lehet csak is a napelem miatt, nem tudom még egyelőre. Tehát még nem látszik, hogy nagyon sok lenne benne a láva. Na mindegy, esetleg a vulkán mellett felbírnám még állítani akár az én kis termelős dolgomat is, amit ugyebár mondtam, az amulettes dolgot. És akkor még jobb lenne. Viszont ez a rész szerintem most itt fog véget érni, megköszöntöm kedves figyelmeteket, legközelebb még találkozunk remélhetőleg, és hát akkor tovább fejlesztjük majd a dolgokat, és egy új query-t is majd beüzemelhetünk talán. Úgyhogy akkor ezzel tényleg búcsúznék is, sziasztok. Ó, viszont már van benne láva. Akkor most ennek tudatában tényleg most már búcsúznék is, sziasztok.